Hiába valóság, minden hiába valóság, felette nagy hiába valóság. Tulajdonképpen így is lehet. De hát ehhez kell valami hitetlenség is, hogy az ember így gondolja. Nem tudom. Én ilyen viaskodó vagyok. De nem tudok letérdelni. Pedig tudom, hogy az kellene, csak az olyan érzelmi felindulást okozna bennem, hogy nem tudom, hogy túlélném-e. Én kételkedek is, de mérhetetlenül hiszek is. Én küzdő hívő vagyok, szóval küzdök a hitemért. De hát ez jó, szép küzdelem ez. Magányos dolog a festés. Teljesen más, mint a más művészeti műfajok. Ezt egyedül lehet. Én ilyen művésztelepekben én nem tudtam sose semmit csinálni. Mindig szerettem egyedül lenni. Ez így, tényleg így van, egész gyerekkoromtól kezdve. 49-ben születtem, tehát az 50-es években templomba járás, hát az télen, mikor korán sötétedett, akkor vasárnap anyám még leküdtek a templom, ne lássa, ők nem mertek akkor se jönni. Annak ellenére, hogy diktatúra volt, ugye gyerekként semmi gondunk nem volt, nagyon sokat jártam focizni. Általános iskolába kezdtem úgy rajzolni, de hát én nem, nekem eszembe se volt a rajzolás, csak hogy ilyen nagyon gyenge rajzos voltam, és akkor anyám vett ilyen kifestőkönyvet, aztán azzal úgy, hogy szépen tudjam a vonalakat kifesteni. És akkor valahogy úgy ráéreztem, vagy nem tudom, meg anyám vitt sokat a Szépművészeti Múzeumban, vagy a Nemzeti Galériában. Tudok, az idővel nem foglalkozom. Nekem az ki van zárva. Úgy érzem, hogy az idő nem tényező. A lényeg, az a szent létezés, az időtlen. Az volt, és van. És lesz is. Az ember a anyagi agyával nem tudja elképzelni azt, hogy amikor nincs se test, semmi, csak valami ilyen nem is létezés, még az se. Szóval nincsenek fogódzóink, mert egyszerűen csak a kopogó valóságba tudunk gondolkodni. A művészet segít egy kicsit abból ki. De hogy aztán, hogy ott hogy mi, egyáltalán azt se lehet mondani, hogy van, mert nincs. Nincs is, van is. Tehát nem tud, de nem baj, hát ez egy hívő embernek az egész élete sokkal boldogabb, mint egy ateistának, mert ha még ha nem is igaz, akkor is boldogan élt, mert reménykedett. Az életem, ha valaki ezt látná, ennél unalmasabb életet nem látott senki, de én nekem nem unalmas volt, hanem a legnagyobb kaland a világon. Csodálatos csinálni ezt. Csodálatos. Épp ezért, mert az ember hagyja, hogy beszűrődjenek, hagyja, hogy az Isten vezesse egy kicsit, vagy erre, vagy arra. És akkor ez mindig kaland. Minden egyes följövés, az munka, egy kaland. Csodálatos kaland.